Szenvedélybetegségükből kigyógyult embereknek biztosítják a reintegráció lehetőségét Kőbányán. A már eddig is komplex szolgáltatásokat nyújtó baptista szolgáltató centrum 12 fő befogadására alkalmas, támogatott lakhatási programját január végén adták át. A programhoz a belügyminisztérium 26 millióval, a baptista szeretetszolgálat 6 millióval, még a kőbányai önkormányzat a telephely biztosításával járult hozzá. Az eseményen Miletics Marcell, a baptista szeretetszolgálat utcafront részlegének vezetője mutatta be az itt folyó tevékenységeket. A baptista szeretetszolgálat utcafront részlege lassan 15 éve dolgozik Kőbányán. Van egy éjjeli menedékhelyünk a Bánya utcába, és közel 3 évvel ezelőtt a helyi önkormányzat támogatásával megkaptunk néhány épületet itt a Maglódi úton, ahol az alapvető célkitűzés az volt, hogy rászoruló embereknek nyújtsunk foglalkoztatási programot, közfoglalkoztatási programot, és ezen belül is olyan tevékenységeket, melyek a helyi rászorulóknak tudnak komplex segítségeket nyújtani. Így aztán létrejött egy mosodánk, egy fürdőnk, egy fodrászat, egy ruhacsere és egy étkezési program a kerületi rászorulóknak. Körülbelül 100 fő érkezik ide naponta, és még van egy fafeldolgozó műhelyünk, ahol éves szinten körülbelül 500 köbméter fát tudunk aprítani, és ezt az önkormányzat támogatásával, vagy az önkormányzat által kijelölt személyek kaphatják meg, a rászoruló személyek. Jelen pillanatban most egy újabb intézmény megnyitójára kerül sor, ez pedig a támogatott lakhatásunk. Miletics Marcell után Kőbánya polgármestere szólt a jelenlévőkhöz. Kovács Róbert hangsúlyozta, a kőbányai önkormányzat igyekszik minden támogatást megadni a jövőben is. Sokak tudatában még úgy él ez a terület, hogy a napközistábor. Mások már úgy emlegetik, hogy a volt napközistábor, miközben találkoztunk, összejöttünk, egy pár gondolatot, egy pár szót váltottunk erről a területről, azokról a pillanatokról, amikor ide már csak úgy lehetett bejönni, hogy először a bozótvágó kést fogta valaki a kezébe, és úgy tört utat erre a területre. De milyen fura, valamikor ez a tábor, ez a terület, Kőbányának ez a része, egészen másként szolgálta a közjót. Másként szolgálta, hiszen abban az időben közel 15 ezer gyermek nevelkedett a kőbányai iskolákban, és nyilván a nyári ellátásoktól is gondoskodni kellett. Manapság alig érél az 5 ezeret a iskolákban oktatott, nevelt gyermekek száma, aminek nem feltétlenül örülünk mindig, tehát mi szeretnénk azt, hogy esetleg ismét teljen meg, ha nem is ez a tábor, de más helyszínek, helyek ismét vidám gyermek zsivajjal, de a terület ismét a közjót szolgálja. Eltelt egy pár esztendő, amíg tetsz halott állapotban volt ez a vidéke, ez a része Kőbányának, majd kerestük az új funkciót, és először kormányzati támogatással a területen létesítettünk egy úgynevezett lélekpontot, amelyet már a hajléktalan sorban élő, nehéz sorban élő emberek ellátására hoztunk létre, támogatására hoztunk létre, és nem csak a lakhatásban gondolkodva ott sem, hanem természetesen a foglalkoztatásban, illetve egy végső lakhatási forma megtalálásában, tehát egy komplex ellátási formában. És innentől, vagy ettől a perctől kezdve már azt gondolom, hogy hozta egymás után az egyik gondolat a másikat, az egyik lehetőség a másikat. Általában alpolgármester Weber Tibor szokott nálam kopogtatni, és hoz egy e-mailt. Hoz egy e-mailt, amelyben Marcellék, mások megfogalmaznak gondolatokat, újabb elképzeléseket, hogy hogyan is lehetne fejleszteni, egyre komplexebbé tenni mindazt a szolgáltatást, amelyet itt ezen a ponton nem az önkormányzat, hanem az önkormányzat együttműködve egyházzal, és ez nagyon fontos dolog, hogy egyházzal, civil szervezetekkel mindig együttműködve végezzük ezeket a tevékenységeket, keressünk újabb és újabb pontokat. Általában ezeket a e-maileket követi egy rövid egyeztetés, követi egy testületülés, és mindig egy pozitív döntés. Ezeknek a döntéseknek a nyomán gazdagodik az a tevékenység, amit itt el lehet végezni, el lehet látni. Meggyőződésem, hogy nagy szükség van erre, bár ne lenne,
de azt az ideális állapotot még egyetlen társadalomnak sem sikerült elérni. Úgyhogy köszönöm. Köszönöm, hiszen kőbányai embereknek, és nem csak kőbányai embereknek segítenek itt. Mi igyekszünk ehhez a lehetőséghez mérten a támogatást megadni. Ha arról van szó, akkor a helyszín biztosításán túl egyéb módon is, akár költségvetési keretek felhasználásával. Meggyőződésem, hogy csak így közösen tudunk egyre többeken segíteni, és bízom benne, hogy a terület nagy, a gondolatok bízom benne, hogy még jönnek, és tovább tudjuk mindezt a tevékenységet fejleszteni. A jelen állapotot, pillanatot köszönöm, hiszen most megint ünnepelni tudunk egy pillanatra, meg tudunk állni egy pillanatra, de tervezzük közösen a folytatást, tervezzük a jövőt. A kerület polgármesterét Réti Pál a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási stratégiai és koordinációs főosztályának vezetője követte. Az osztályvezető elismerését fejezte ki az új szolgáltatással kapcsolatban, majd arról tájékoztatott, hogy a Belügyminisztérium továbbra is biztosítani fogja közfoglalkoztatási támogatását. Emlékszem, amikor első alkalommal itt jártam, akkor ez a helység még nem így nézett ki. És arra is emlékszem, hogy amit majd meg fogunk nézni, és nagyon köszönöm, hogy partner volt ebben a Marcel, hiszen talán félig meddig az ötletadója én voltam, hogy mit lehetne ott hátul csinálni. Nem mertek ekkorát álmodni, aztán közös gondolkodással sikerült ekkorát álmodni. Én azt gondolom, hogy a Belügyminisztériumnak nagyon sok egyházhoz kapcsolódó szervezet partnere, és ezek az egyházi szervezetek nagyon sok helyen megérintik azt a réteget, ami a leginkább segítségre szorul. Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e azon, hogy nekünk, akik itt vagyunk mindannyian, természetes az, hogy van meleg otthonunk, természetes az, hogy csörög a lakáskulcs a zsebünkbe, természetes az, hogy meleg fűtött szobába és meleg lakásba megyünk haza, van ruhánk, vannak embertársaink, vannak barátaink, és én azt gondolom, hogy ez a célcsoport, ez egy nagyon-nagyon fontos célcsoport a közfoglalkoztatásban, nagyon sok szervezettel dolgozunk együtt. 2015 óta van hagyománya annak, hogy először itt kicsiből a Ferencváros 9. kerületébe kezdtük a hajléktalan közfoglalkoztatásnak a támogatását. Egyre nagyobb létszámok jelentek meg ebben a programban, és egyre több partner is jelezte ez irányú igényét. És éppen ezért mertük azt gondolni, hogy egy országos kiterjesztésű programot fogunk csinálni. És hála Istennek 2017-ben, 18-ban azt mondhatom önöknek, hogy ez egy program, egy országos programát teljesedett ki, és közel 800 fő hajléktalannak a foglalkoztatását végezzük az egész országban. Én azt gondolom, hogy nem megy ez partnerség nélkül, és a maga komplexitása nélkül sem, hiszen ezek az emberek az átlagtól és a hagyományos munkaerőpiaci eszközökhöz képest sokkal több törődést és más típusú szolgáltatást is igényelnek, és én azt gondolom, hogy az ilyen helyszíneken ezt megkapják. Ez nem megy enélkül. Nem megy összefogás nélkül sem, és én szeretném megköszönni egyrészt a 10. kerületi önkormányzatnak, polgármester úrnak azt, hogy támogatja ezt a típusú tevékenységet. Szeretném megköszönni magának a baptista szeretetszolgálatnak, hiszen itt van a jelmondatukból, hogy hittel és szakértelemmel, és ezt a hitet és szakértelmet minden nap itt látjuk, és én azt gondolom, hogy lehet álmodni a jövőt, lehet tervezni a jövőt, már csak azért is, mert 2018-ban fogjuk folytatni az országos hajléktalan programot. Várjuk az ötleteket, várjuk a kérelmet. Én azt gondolom, hogy ezeket a programokat az elkövetkező időszakban is támogatni fogjuk, és támogatnunk is kell. Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója azt mondta, bár ezt sokan nem tudják, a tevékenységük 95%-a Magyarországon történik. Ilyenek például a hajléktalan ellátás vagy a családok átmeneti segítése, illetve a gyermeknevelés vagy az idősek ellátása. Az ügyvezető a centrumban folyó munkát követendő példaként említette. Ez a mintaprogram, mondhatnánk itt, tényleg egy olyan innovációt próbál megvalósítani, vagy próbáltak itt a Marcel vezetésével megvalósítani, amely önmagában egy-egy nem olyan nagy gondolat, de maga az, hogy van egy olyan
hajléktalanoknak, szegényekre szóló ellátási forma, mint ez a mosoda, fürdő, fodrászat. Amikor legutóbb voltam, éppen egy fodrász stúdiót állítottak itt be a kollégáim, meg itt mögöttem vasalódeszkák vannak, úgyhogy ez ebből a szempontból is egy érdekes kezdeményezés volt, és az már maga ad is nagyon nagy lehetőség volt, hogy ezt meg tudtuk valósítani. A beszédeket követően Pap János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke imádkozott, és kérte az új intézményre Isten áldását. Az ünnepség végén átvágták a nemzeti színű szalagot. Ezekre már abban az épületrészben került sor, ahol Erzsébet is lakik. Ő vidékről került Pestre, és mindig próbálta megtalálni a számításait. Jelenleg a centrum konyháján dolgozik, és az őszintesség elnevezésű szobában lakik. 2001-ben elment a családi házunk vidéken. Hogyan? Hát ez a... Nem volt férjem, hanem őzvegy vagyok, és akkor hát nem most meghalt. Hát ő ugye belevetette magát ebbe a szerencsejátékba, a gépezésbe. Hát aztán eladósodtunk, azt eladtuk. Hogy került fel Pestre? A lányom által. Ő itt dolgozott ide fönt, a Regő úti csecsemő otthonba. Aztán úgy kerültem föl én is. Nála lakott? Nem, hanem aztán kerestem ilyen bentlakásos munkahelyeket, ilyen idős gondozás, ilyeket. Soha nem is lakott az utcán? Utcán, hál' Istennek soha nem, hanem mielőtt ide kerültem, a bent a Bánya utci baptista szolgálatnál laktam bent. Mikor került ide? Most, ahogy megnyitották decemberben. És mióta dolgozik itt, és mit dolgozik? Én a konyhán vagyok, ételosztóként, és már most negyedik éve dolgozok itt. Milyen itt dolgozni, milyen segíteni más embereken? Nagyon jó, nagyon jó. És milyen itt lakni? Hát ez meg a Bánya utca után, ugye ahol olyan szobában voltunk, ahol 18 nő együtt, hát ez azóta egy álom. Itt önálló vagyok, meg van a kis nyugalmam, békességem, aztán nagyon jó. Nagyon jó, hogy létrehozták ezt a lakhatást itt. Mondták a megnyitó során, hogy sokan azt mondták a vezetőségnek, hogy annyira jó érzés, amikor hazajön ide, és a saját kulcsa, vagy a saját szobájának a kulcsa csörög a zsebében. Ön is érezte már ezt? Igen, igen, hogy a kaput is kulcsal nyissuk, ide is kulcsal jövünk be, ezt tényleg úgy érezzük, hogy a sajátunk. Nevezhetjük ezt egyfajta újrakezdésnek? Igen, igen, igen. Mit hoz még önnek a jövő? Mit szeretne kezdeni ezzel az egésszel? Hát ebből a helyzetből kikerülni, aztán lassan elérem a nyugdíjat, aztán vissza a gyerekekhez majd. Mind vidéken él, úgyhogy... És akkor leköltözik vidéken. Igen, igen, igen. Csak még dolgozni bírok, addig dolgozok. Most ez az ingatlan, ez az új kezdeményezésünk, ez pedig arról szól, hogy a kőbányai egyéb meglévő programjaink csúcsán lévő intézményt hoztuk most létre, mert van egy hajléktalan szállásunk, ahova be tudunk fogadni embereket az utcáról, és itt ezek közül a szenvedélybeteg embereket, akik egy új életet szeretnének kezdeni egy új környezetben, na erre kapnak ők itt lehetőséget. Pontosan mit jelent az, hogy támogatott lakhatás? Kell-e nekik azért fizetni, hogy ők itt lakhatnak? És az országban ez az első ilyen? Nem. Országszerte nagyon sok, hála Jóistennek, egyre több ilyen otthonszerű, kis létszámú olyan ház működik, ahol szenvedélybeteg emberek új életet tudnak kezdeni. Ez egy magas küszöbű intézmény. Itt nagyon fontos a tisztaság, az abstinenciának a tartása. Ehhez igyekszünk mindenféle szakmai segítséget megadni, azon felül, hogy lakhatási szolgáltatást nyújtunk. Tehát a támogatást lakhatásnak ez a lényege, hogy a szenvedélybetegségből való gyógyulást és a társadalmi reintegrációt tudja elősegíteni. Mennyire fog ez sikerülni vajon, és hányan vannak most, hányan laknak itt ebben a házban? 12 főre terveztük ezt a házat, ezt az otthont, és jelenleg 10 lakója van. December közepén nyitottuk meg a kapuinkat, és nagyon jó tapasztalataink vannak. Tehát az látszik, hogyha bekerül ide egy lakó, és ugye alapvetően a közfoglalkoztatási programunkat tudjuk a belügyminisztérium segítségével felajánlani első körben, hogyha szeretnél változtatni, gyere, azonnal munkalehetőséget is kapsz, gyere, dolgozzál. És egy idő után azt mondják az emberek, hogy ez már nekem kevés.
és kilépnek a nyílt munkaerőpiacra. Na és innen várható az, hogy akkor majd kilépnek ebből a házból, és új önálló életet kezdenek, de a legfőbb, hogy itt biztonságban vannak, itt egy közösségben vannak, és innen tudnak fejlődni, növekedni, és majd reménység szerint kilépni.